Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy csapvizében nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. TV! TV! Kassa TV, Kassa TV, ba-ba-ba-ba. De jó látni benneteket, de jó látni, de jó látni téged, Jani. Nem hittem, hogy ezt egyszer ki fogom mondani, de tehát ez olyan bűntudatot csináltál nekem, tehát miután itt felvonultam a kajákkal, tényleg merő jó szándékból behoztam egy picikét az itthoni ízeket, ugye? És te abban a pillanatban délután egy ilyen hattyú halálával elloptad a sót, tehát hogy ez nem volt úri dolog. Nem. Gondolkodtam rohadtul, hogy most vajon hogy tudnám überelni a Tibit, vagy hogy tudnék rádobni egy jollit. Édesanyám, de jó hosszú! Alszanak mellettünk a szobába. Aludnának. Pont most mondta egyébként a Gábor valamelyik nap, mert még mindig ő van mellettünk, hogy most nem olyan csendesek vagyunk. Hát erre most rácáfoltunk. Pont egy hete volt, mikor... Ezért volt kis látható. Így van. Kb. Hogy menj az idő, igen. Jó Isten. Kb. Ilyenkor koppantam. Repül az idő, ha jól mulat. De hogy most már megtanultam, ezt el se hoztam, mert fia, ezt elhozom, hogy olyan rizskokot csináltam, mondom a Ferinek is. Ó, Istenem. Hogy elájulsz, hogy bekékülsz, besárgulsz. Láttam a Facebook oldalon, ott menőztél, marha jól néz ki egyébként, látszik, hogy látványfotós vagy, főzni biztos nem tudom, de jól néz ki. Egyébként marhára így van. Tehát, hogy valamennyire megcsinálom, de utána megfotózni, viszont figyelj, tehát, hogy olyan három lámpával úgy van bederítve, tehát, hogy rizskók még annyi figyelmet nem kapott, sminke se volt a rizskóknak, tehát, figyelj. Jó, csak mondom, hogy Balázs jön föl, nagyon már a nyakadban liheg egyébként, tehát, hogy nem Instagram. Tudom, hogy figyelted az Instagramunkat, azért csak rázatra a képekre. Az Instagramon átvettem a hatalmat. Én és a barátaim nyomulunk az Instagramon. Ott vagyunk. Már lassan 11 000-en vagyunk. Óriási tömeget képviselünk, és hihetetlenül nyomulunk. Igen, viszont... 3 havonta egy kép. Igen, úgy, hogy de azok milyen gusztusosak, érted? Egy marék falevelet is meg tud úgy fotózni már Balázs, hogy elkezd folyni a nyálat. Az biztos, igen. Viszont mivel tudjuk, hogy Balázsnak mennyire hiányzik az autója, és mennyire fontos neki, ezért nem tudtunk elmenni a dolog mellett szó nélkül. Tehát, hogy mindenképpen azt akartuk, hogy egy picit érezd a törődést. Ugye egy autónak mi a legnagyobb ellensége, Feri? Az állás. Azt minden egyes szaki elmondja, hogy figyelj, ha egy dolog, amire oda kell figyelni, akkor az, hogy picit beindít, legalább hetente kétszer menni egy kört a ház körül és letenni. Ha ugye? Beültetek az autómba, na most ha hozzáértetek, na most ugye ezen a logikán... ha kiálltatok vele a garázsba, hát, persze, meghaltok, persze. Mindannyian bombát dobok az épületre. Ha csak hozzá nyúltatok az autómhoz, megölök mindenkit. Eleve tök irritáló, hogyha ez nektek sikerült. Miközben neki nem sokszor. Ha elindultatok és oda is értetek, eleve irigy vagyok. Akkor meg még most elmondom, hogy a Vikitől elkértük a kulcsot, nagyon cuki volt egyébként, a Viki azt mondta, hogy csak nekem odaadja. Halál aranyos volt, és akkor elvittük egy picikét, mert Ferinek volt egy ilyen függőben lévő disznóvágásos meghívása, autó hiányában nem tudott volna elmenni, de egy ketten lementünk. Most én csak annyit akarok mondani még a Feri védelmében, hogy én esküszöm rá, hogy az a horpadás már előtte is rajta volt. Tehát, hogy tényleg nem mit csináltuk. És az volt, hogy elkezdtük tesztelni a dolgot, hogy szerintem ugye nem fér be a disznó, de már leszúrás után, tehát megnyugodt. Azt nem élő malacot így tettünk van. Be, hanem kicsit jó. Vérzett. Még legalább tettetek valami fóliát a csomagtartóba. Kivettétek a nagyon drága, hogy egy csomagtartó tálcát, ugye, hogy nem véreztétek össze. A csomagtartó tálcát nem, alatta volt valami kárpit, de azt mondták, fölhívtuk őket, azt mondták, hogy slaggal mosható, úgyhogy utána kimostuk. Aztán később szóltak, hogy az a nagyobb testvére ennek az autónak, ami slaggal mosható, úgyhogy ezért bocsi, itt hibáztunk. Na most azt akartam mondani, hogy közben volt egy-két ilyen kis belső játékuk autókázás közben. Feri például kötött egy fogadást arra, hogy szerintem nem lehet letörni a bal tükröt. Mindegy, legyen elég annyi a sztorihoz, hogy jön egy ezressel Ferik. Ez volt az első dolog, a másik, meg azon gondolkoztunk, hogy tényleg bőre a belső, tényleg. És én hallottam azt már, ez egy régi ilyen vizsgálati módszer, hogy öngyújtóval ha égeted, és hogyha barnára pörzsölődik, akkor bőr. Itt én megint buktam egy ezres, mert tényleg az. Rohadékok. Na, a lényeg az, hogy viszont a végén, mivel elég sokat mentünk vele, ezért a legjobb dízzel letankoltuk meg. Tehát, hogy
Az, te hülye, ezt most elrontottad, ja, azt kell tudom, hogy a legjobb benzinnel, te hülye vagy. Blöföltél, nem jött. Ha 10-et raktál beleve, akkor nem szúrták ki vele, mert az a dízel az autó. Most ha 95-ös raktál volna, akkor na, szúrták. Igen, most már nem is igaz, most kiderült, hogy nem igaz, amit mondtatok, de szóval műbőr belülről. Nem, az van, hogy a dízelt azt a hűtőfolyadék helyére töltöttük be, mert az ütközésnél kifolyt, ami volt benne. Ezt akartam mondani, után kellett tölteni. Viszont levittük azt az őzet az útról, amit a Feri levadászott vele. Jó? De, és a másik az egyébként, hogy ez még most függőben van, de majd ki fogunk menni, és állítólag az a pörkölt volt simán kijön. Tehát, hogy nem lesz azzal se baj. Mert a Feri... A cigicsikkel vegyétek ki, az ne, a simán kijön. Feri marha flamos lett arra, a kocsiba elszívott fél doboz cigire. Nem, figyelj, csak cigicsikkel nem jön ki, azt kipróbáltuk. Igen, megpróbáltuk kiégetni. Mondjuk most azt hiszitek egyébként, hogy fájdalmat okoztok Balázsnak, de az a helyzet, hogy napok óta járunk egy kis autóval, egy meglehetősen kis, pici kis országgal, és a Robernak túl jó a rugózása ezekre az utakra, valószínűleg nem is éreznénk belőle semmit, viszont ezzel a kis autóval, ott, ahol egyébként 20-szal lehetne menni, mi igyekszünk kihozni belőle minél többet. Pontosabban Balázs, én csak kapaszkodok és megpróbálok túlélni, illetve nézek hátra, hogy követnek-e minket a biztonságiak, de most már új szerelme van. Gyerekek, egy Dodge autót kaptunk, így és azzal van. Járunk, ez és egy bérelt autó. Ez német egy, autó. Egy német autó, egy 1-1-es kis póló, és hát csodát lehet vele tenni földúton, főleg ha használod a kéziféket. Bizony. Azt nagyon szeretem. Milyen múltkor találtunk a múltkor a padlon némi ezüstet, ezt neki tudott, hogy nem ezüst, hanem amalgám, és az én fogaimból ugrál ki. Milyen kín a forgalom? Hát amerre mi járunk, ott egyre jobban tisztul. Balos, meg lehet, hogy most már nagyon szeretem. Fura, még mindig fura kicsit balra bemenni a körforgalomba, tehát azt nem tudod hova tenni, mindig várod, hogy jöjjön valaki szembe, de egyébként egészen szokható, tehát nyugodtabban vezetnek, nincs ez a nagyon fura, ilyen ledudálom, lenyomom dolog, ez egyáltalán nem ismerik, tehát mindenki lehúzódik, viszont a gyalogosokat nem engedik el. Tehát a gyalogos kultúra itt nincs meg, ha lelépsz az autó elé, nem áll meg rád, dudál, akkor enged el, ha te egy fekvőrendőrön lépsz le, akkor is lassít, de nem miattad, hanem az autóját félti a fekvőrendőrtől, tehát a gyalogosokat semmibe veszik. Ez például nagyon érdekes a magyar közlekedési kultúrához. Ha már viszont az úton vagy, akkor a balra tarts náluk működik, ha előzni akarsz, azonnal lehúzódnak. Az nagyon kultúrás. Illetve ha nem húzódnak le, akkor itt jön elő annak a bizonyos európai közlekedési kultúrának a megismertetése, megszoktatása, megszeretetése, amit egyedül itt csak Balázs képvisel, a ledudálok, és átszólok neki a másik oldalra. Most ez valamelyik nap volt, én már ezt hiányoltam egyébként, mert ő azért elég vehemensen vezet, és hát ugye tud is vezetni, tehát hogyha azt érzi, hogy valaki mondjuk egy kicsit ilyen hobbi vezető kategória, akkor dudál és átszól. És most valamelyik nap már volt ilyenünk. Na, de majdnem balesetet okozott a hülye. A hülye barom, igen, meg hát utána figyelmeztettem, hogy ne felejts el, hogy itt többen hordanak a kesztyűtartójukban nagy kaliberű fegyver. Hagyjuk inkább, vagy engem, érted? Mert azon veszük észre magunkat, hogy átmegy rajtunk egy golyó. Igen, valaki balesetet okoz, hát arra rá kell dudálnom. Hát a hülye ment egy záróvonalon, elkezdett jobbra indexelni, majd befordult balra, és mindezt padlófékkel csinálta, hát nem tűrhettem, hát rádudáltam, hogy hülye vagy, hát mellettem négyen ülnek, mindannyian meghalunk, ne csináld ezt. És akkor de úgy csináljuk egyébként, de úgyse értik, bocsánat, hogy a szabadságok, úgyse értik, hogy mit mondunk, ezért folyamatosan mosolygunk, amikor mondjuk el, miért nem ész a rohadtanyádba, te idióta, te! Igen, aztán kiderült, hogy magyar volt. Meg akarsz halni! Ugyanezt akartam mondani egyébként, hogy mit tudtok átkeverni. Tudod-e, hogy én ki vagyok? Nem, kiabálunk át semmit, de hát ha balesetet okoz azért, akkor szólni kell, hogy ne fékezzen padlóval, amikor egy százas táblán is nyom egy padlót, balra indexel és jobbra akar fordulni, mert mindenki meghal, mert te meg közben kerülni akarod, a hülye balra indexel, te kikerülöd jobbról, erre elkezd jobbra fordulni. Hát azért az egy összetett művelet, azért balra indexelni és jobbra fordulni, hát azt helyre tettük. Ezt akartam mondani, remélem azért a pálmafák látványa egy picikét kárpótol benneteket, a 6 plusz 4 gyémántos csillagos ellátás és a szuper luxus, amiben vagytok, de nem a rossz közlekedési morál, ami ma reggel böki a csőrön. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Hát nagyon-nagyon nem szívesen kezdek bele ebbe a böki a csőrömbe, mert kicsikét le kell, hogy leplezzem magunkat. Ugye hárman vagyunk Janival szemben egy bizonyos témában. A jó oldalon. Hárman vagyunk a jó oldalon, ugye, az erő jó oldalán egy bizonyos témában, de muszáj, hogy egy kicsit szint vagyok, elkezdett
a kezemben haldokolni az almácska. Ne, hát milyen almád van neki? Rombolt, kukacos. Kukacos. Igen, kukacos lett az almácska. Hát álltál az erősötét oldalára? Nem, hanem hát ugye belefolytam most egy szerviz procedúrába, amit mi almások ugye nem ismerünk, mert ugye ez az eszköz nem tud elromlani. Ugye ez sosem hagy cserben, ugye, mint a jó autó. Míg hát Jani gyakorlatilag mindig két szerviz telefon között van éppen. Tehát ugye, tehát hogy... Így van, így ahogy mondod. Most még viszonylag hosszú ez az intervallum, hiszen 3 éve még nem sikerült odaérni a szervizbe vele, de nyilván úton vagyok a szervizbe. Na jó, de ennek is mi az oka, kinek van 4 közül, kinek van egyedül 2 telefonja? Neked, Jani. Mert megbízhatatlan. Azért, mert bármikor baj igen, lehet a másikra. Jöhet a baj. Tökéletesen igazatok van, és a másik milyen típus? De nem mondjuk ki. Szóval a lényeg az, hogy kukacos lett az almácska, és gondoltam, akkor elmegyek, és akkor elviszem meggyógyítani a kis almát. És azt az információt kaptam megint, amivel többször szembesültem, és mindig ugyanúgy fáj, hogy beviheted, nem tudom, 4 nap, vagy nem tudom, 3-4-5 munkanap, amennyi, addig szépen te ezt nullázd le, dobozába tedd vissza, add oda, azt majd 5 nap múlva, vagy ezt megjavítják, vagy kapsz helyette, vagy nem tudom. Kelet felől érkezne. És addig pedig a telefonáljál, úgyhogy a bal tenyeredbe beszélsz, és tárcsázol a hüvelykujjaddal a csuklódon, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen ennek a cseretelefon dolognak még mindig nincs meg a normális kultúrája. Nem tudom, hogy egyébként a világban megvan-e, de hogy tényleg rászoktatnak téged erre, hogy ezt használd, csináld, az egész életedet tárold rajta, e-mailez, böngész, az összes zenéd, kontaktod, hívásod, minden rajta van, azt formázd le, add le, és akkor onnantól kezdve, nem tudom, mászkáljál, írjál föl kockáslapra 4 telefonszámot, ami nagyon fontos, azt a... Keresé vonalas számot valahol, majd megoldod. Fülkét. Tehát, hogy most ezt hoztam böki a csőrömbe, hogy még mindig nem tudták ezt kieszelni. Én azt se bánom, hogyha fizetős. Tehát, tudom, hogy néhány szolgáltatónál van benne 3 cseretelefon, az semmilyen szempontból nem lesz a te márkád, egyébként meg a te minőséged. Valamit tudnak ad, de hogyha ez például ez kártyafüggetlen volt, amit én vettem, ezt nem szolgáltatónál vettem, ott ez eleve nincs is. Tehát, hogy miért nem tudnak egy olyat kitalálni, hogy azt mondják, hogy legyen egy napi díja, én nem bánom. Tehát nem bánom azt, hogy ingyen tartson fönn nekem egy ilyen cseretelefon flottát, de valami megoldás legyen arra, hogy nekem ne a bal kezembe kelljen beszélni, most nem tudom. Nem lehet, hogy az van ilyenkor, hogy arra gondolnak, hogy neked volt egy régi telefonod, amire ezt lecserélted, érted? És hogy az még megvan. Hogy igen, miért nem használod azt? Az a jó szívem, mert tudod, mert az nem, a baj... Nem, figyelj, Tibi. Az, most nem tényleg hajtalak egy picit benneteket érvényesülni, mert győzködik egymást. Balázs, te vagy ott közelebb. Próbáltak visszajönni ebbe a dologba. Igen, mindjárt elhallgattatom. Igazából itt egyedül egy megoldás van, azt a megoldást pedig nem akarják nyilvánvalóan mondani nektek. Most mit mondjanak, hogy egyetek tőlünk telefon? Adjál már, most persze, hogy nem rontják a saját üzletüket. A sajátját nem ajánlja, hiszen az megint el... rodna, valószínűleg a milyenket meg nem olyan, mert nyilván nem csinál a reklámot a konkurenciának, azt ennyi, gyere, állj át az erő másik miért oldalára. Miért most nálatok van cseretelefon? Ti kaptok cseretelefon? Mi? De miért kapnánk, ha nem kell nekünk cseretelefon? Hát értette, most így létszi. De mondjuk véletlenül lejted és betörik a kijelzője, és azért beviszed, tehát nem romlott. Gorilla üveg nem törik be. Ha te hibádból van, akkor nem adnak, akkor adnak maximum, vagy akkor adhatnak, ha mit tudom, jó a szolgáltatás, és valami meghibásod, tehát ha eltöröd a kijelzőjét, mert lejted. Az a te hibád. Hát az a te hibád, azért egész biztos, hogy nem adnak. Maximum, ha valamilyen szoftverhibája van. Hát bocsánat, hogy ha te összetöröd a kocsidat saját hibádból, mert benéztél egy jobbost, beviszed javításra, és te kérsz csereautót, akkor napi x 1000 forintért adnak neked csereautót. Na most az más, hát hogy a pénzről beszélünk, az más. Én azt hittem úgy mondod, hogy ingyen adnak-e, ha te összetöröd a kijelzőjét. Úgy nem, biztos az, nem. Az enyém az eleve egy garis hiba, tehát az látszik, hogy az valami garanciális, tehát azt viszem is biztos, hogy ezt ki fogják cserélni. Tehát ezt ők is már most láthatatlanban elismerték, hogy ez egy garanciális hiba, de van ennek egy átfutás, és addig te pedig, nem tudom, telefonáljál a kulcstartóddal. Tehát, hogy addig ez így nincs, semmilyen megoldás nincsen rá. Én egyszerűen próbáltam kérni szolgáltatónál, és akkor is kaptam valami második világháborús telefont, amit egy ilyen agregátorral kellett hajtani még, vagy nem tudom, tehát, hogy semmire nem volt jó. De hogy egyszerűen ez, hogy erre semmilyen megoldás nincs. Ha saját hibádból, ha nem saját hibádból, hogyha neked te nem tartatsz otthon 2-3 cseretelefont, akkor telefon nélkül maradsz egészen, mert nincsen rá egy normális bevett gyakorlat. A legtöbbször egyébként ezeket azonnal cserélik. Tehát az, hogy elviszik megvizsgálni,
hogy most mi baja van, és addig maradjál telefon nélkül, én azt hallom, hogy ilyenkor azért itt zokszó nélkül kap az ember egy újat. Hát így van, zokszó, nem, abszolút így van, ez én is abszolút így van, hivatalos garanciával megyek, abszolút zokszó nélkül egy ilyen 72-96 óra. Tehát zokszó nélkül van egy, van egy 3-4 napos átfutása, amíg te ott vagy telefon nélkül, amin az egész életed van. Tehát azt megértem, hogyha elromlik a tévéd, akkor nem hoznak egy csere tévét. Elromlik a mosógép, nem hoznak egy csere mosógépet. De azért ez egy olyan hétköznapi eszköz, amire olyan szinten rá lettünk neve, vagy nem tudsz ellenni nélküle, tehát az a 3 napig se. Te most elvenném a telefont 3 napra tőled? Képzeld, annyira élvezem, hogy itt kevesebbet szól. Tehát, hogy egyébként egy komoly függőségről jön le az ember itt kint. De ha otthon vennéd el, nyilván megőrülnék azonnal. De itt nem is használom. Tehát itt most egyáltalán nem hiányzik. Otthon ez egy nagyobb érvágás, persze. Egyébként mondjuk én élek a gyanúperrel, hogy a Tibi telefonjával semmi gond nem volt, csak ilyenkor, amikor beviszi a szervizbe, akkor mindig egy kis idő kell nekik, amíg a Pink Panther foldert letöltik a privát fotókkal. Igen. Idő kell hozzá. Figyelj, Ferivel itt megbeszéltük tegnap, hogy Feri a maga részéről megadja, én mert adom. Szerinte jogos lenne, hogy egy ilyen szolgáltatás legyen, hogy akár pénzért is, de legyen egy ilyen csere telefonflotta. A többi meg tényleg a ti lelki ismeretetekre van bízva. Tényleg, a kocsik úgy még nálunk van. Tehát nekünk oké. Okay. Nem egyértelműen. Megint nem. Hármas ez. Tehát ez nem egy teljesen tiszta. De miért kell? Helyzet, miért? Hát beviszed a telefont, hogy elromlott, és nem bérelhetsz 3 napra egy telefont. Honnan szerezzek telefont? De most miért kell nekem állandóan zokogó 6 éves kislányok képével jönnöm, hogy megadjatok egy csörbökét? Figyeljetek. Nem tudod, ha jogos megadom, most gondolkozom. Nem ismerem az ilyen típusú szolgáltatást, de... Nem teljesen egyértelmű. Az a baj, Balázs, hogy azért nem tudsz, mert mi, tehát egy picit megint az a baj, hogy én az átlag embereket képviselem. Tehát nyilván a gyémántfón üzletben, ahol a VIP GSM-nél, ott nyilván máshogy van, ott adnak rögtön, de nekünk átlag embereknek... Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Megadható, de nem egyértelmű hármas. Gyerek, ebből, nem egyértelmű, na jó, hármas. Ebből most nem adtátok meg, olyan pénzt fog csinálni, a kassa csere telefon leasing flotta, amit napi díjjel fogsz tudni elvinni, most igaz, hogy 4 nap alatt szétlopják majd az egészet, de amikor indul, nagyon jó ötletnek fog tűnni. Jó, te inkább dobjál egy pár képet az új sarkakatásokból, gyorsan. Figyelj, hivatalos márka szervizbe vitted, vagy igen, bevitted, oda viszem. Bevásárló igen, 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 nem hivatalos oda. Márka szerviz? Hmm. 3 nap. Három nap múlva kapsz újat? Aha. Állítólag, tehát hogy, de most azt mondták, hogy a hosszú hétvégén, mert hogy be se vigyem utána. Mondtam, hogy 15-ször kapcsolódik ki meg be a kezembe egy nap alatt, mondták, hogy valószínűleg szoftver, aha, mondom, igen. Mondom, azért csinálom. Na, jó, de nem azért húztam a... Janus, ez nekem kettes se tudtam adni. Vannak ott opciók. Én meg nagyon sajnálok melleteket, úgyhogy én adom. Na, de hát már lassan 9:30 van, és talán arra kell, hogy gondoljak, hogy esetleg most az egyszer hosszú évek után úgy jöttél be, hogy nincs témád. De van! Jaj, de jó. Ez egy kicsi ilyen hungarikumnak élitek ezt meg kín egyébként? Igen. Tetszett? Igen, ez egy hazai íz. És ettől legalább nem ez fokhagyma ízű a szám. Igen. Lassan már mindent hungarikumnak élünk meg egyébként. Na mond! Na, hogy megint kezd begyűrűzni az, amit már egyszer annak ide évekkel ezelőtt beszélgettünk róla, hogy kezdik pakolászni megint ezeket az időkapszulákat. Most egy nagy kampány van itthon megint, hogy nem tudom mikor lesz most lebocsátva egy ilyen időkapszula, amiben ugye bele lehet pakolászni üzeneteket, amit már nem tudom 20-30-50 év múlva fognak majd kibontani, és akkor mindenki szépen pakolásza bele a kis üzenetét, a kis receptjét, a nem tudom, valami kis, egy kis pendrive-ot, valami dallal, ezzel, azzal, amazzal, és marha jó pofának tartom. Annól erről beszéltünk, hogy mi is meg akartuk csinálni a saját ilyen kis időkapszulánkat, de most itt újra földobom, hogy ha lenne mondjuk 3 dolog, amit beletehetnénk, akkor mi lenne az a 3 dolog, amit beletennétek egy ilyen időkapszulába? Mondjuk azt mondjuk, hogy ott Afrikában leteszünk egy ilyen kapszulát, és 50 év múlva valaki kiássa. Akkor mik lennének azok, amiket beletennétek? Mondjuk nem tudom, legyen egy gondolat, egy étel, mondjuk egy recept, meg mondjuk egy zene. Mikor az 50 év múlva? Ja, azt hittem maga a készétel, mert az nem. Igen, az már nem annyira finom. Egy jó brassó. Igen, egy jó mágia rakás, de rakja, hogy az nem annyira lesz jó állapotban. Hát én a telefonodat, Tibi, hogy ne vessenek egy jót, amikor majd kibontják. Te szemétláda.
Na de hogy, hogyha tényleg, hogy az van, hogy az utókornak, ha az utókornak most valamit tudsz konzerválni, és akkor nem tudom, lehet, hogy valami közben valami világégés lesz, és csak ez marad fönn, ebből kell, hogy táplálkozzon a jövő nemzedéke, hogy mi mit hagyunk rájuk, akkor mondjuk legyen egy bölcsesség, egy zene, meg egy étel. Bölcsesség, zene, étel. Melyik dal lenne az, amit megmentelél az utókornak? Ha minden Winchester porrá válna. Csak nem akarjátok kimondani azt a kaszatibit, mi? Na jó, ja, érdekes, ez ezer hold és némi csillagot. Kezdem én akkor, hogy megmenteném a Rizskokom receptjét. Megmenteném a Vallomás című dalomat felvételen és kottán, és lenne egy gondolat, ráírnám nagybetűkkel, hogy de van. Nagyon szép hármas gyerekek, nagyon ez szép. Milyen szántó dolog ez egyébként, ez jó. Hát figyelj, na, 50 éve, ráadásul Afrikában, tehát ez az abszolút jó. Úgy is el fogják használni, a dobozt fogják, csak kiborítják, mi ez a szemétben, és elviszik termosznak. Mik ezek az időkapszulákat? Hova tudod teletenni, vagy ezeket kihasználják? Ezeket lebetonozzák. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen bazinagy termosz, vagy egy ilyen urna, és azt lebetonozzák egy ilyen betonizébe, és akkor az megvan adva, hogy mikor bontják ki. De, na nincsen semmi, hogy mi az, amit lenyomnátok? Hogyne, hát na. Figyelj, várjál, mi lenne mondjuk. A szejtános tofu. Hát figyelj, egyébként nem más lesz a valóságtól felé. Én például a saját szejtános vadasmarhámat zseblengombóccal, hogyha már receptről van szó, én azt nagyon szívesen közkincsé tenném a jövő vegetáriánusai számára. Az idézet az lenne, hogy rövid az élet, hosszú a sír, mindenki amennyit bír. Igen, mivel, hogy ez nekem is vársz poetikám. Ugye egyrészt, Dallas pedig nem tenném bele. Azt mondja, hogy okulásképpen pedig a dal, amit elküldenék, az pedig a Krasznai Tünde. A dzsungel. Című borzalma lenne. Na Balázs. Azt is okulásképpen. Na Balázs, szálljál be. Egy bölcsesség, valami az utókornak. A könyvem pendrive-on. Igen. Az megvan egyébként, hogy hattanul ilyen az utókor, igen. Milyen rohadt önzőek vagyunk. Tehát senki eddig olyat nem mondott, ami nem a nyomorúságos életét készül éltetni ebbe az urnába. Hát de most nem azt kell megtalálni, ami minket jelképez, vagy ami rólunk mond információt, hát nem? Az emberiségről, önmagáról? Ja, rólunk? Vagy magunkról? Én úgy értelmeztem, de ahogy hallom, mindenki úgy értelmezte. Igen, de hát ha rólunk kell, akkor várj, akkor én is átfogalmazom, mert akkor én akkor beledobom az urnába, vagy 200 000 áfával 30 perc. Feri. Én azt a dalt tenném bele, amit annak idején hárman énekeltünk, emlékeztek? Még a régi rádióban volt egy rap dalunk. Jesszus. Nagyon rossz volt, emlékeztek rá? Tényleg valami zenekart alapítottunk, és akkor ott daloltunk, igen. Igen, de szörnyű volt. Az azért tenném bele, hogy bizony mi ilyet is tudtunk. Afrikában kaját beletenni bármit tehetsz, mert gyakorlatilag most a két srácnak, de már nekem is a második hét közepén az volt, hogy bármi lehet, ami nem ottani. Bármi lehet, mert megőrülsz attól, ami az íz van. Tehát ott egy nem tudom, egy rakott krumpli, vagy egy krumpli paprikás recepttel már szerintem Isten császár vagy. Ne is mond. Na de csavarjunk egyet a jó rakott krumplin. Tehát, hogy ha mondjuk az, hogy az időkapszula dolog, ezt most nem kimerítettünk. Lenne egy másik fajta időkapszula, amit át lehet dobni egy ilyen kis téridő ablakon, és mondjuk a 20 évvel ezelőtti önmagad megtalálja, hogy az utcán belerúg, néma, mi ez, kibontja, és lesz benne neki egy üzenet. Akkor mit tennétek bele egy ilyen kis időutazó kis kapszulában, amit magadnak tudsz visszaküldeni valamit, nem tudsz túl sokat, de néhány üzenetet vissza tudsz magadnak dobni a 20 évvel ezelőtti önmagadnak. Akkor én mit? Tudom. Ne vegyél fel frank hitet. Hát bizony. Óvakodj a svájci franktól. Jogos. Menekülj, ha rád akarják beszélni, ne higgy nekik. Hát ne higgy nekik. Jani, neked... Hát a lakosság nagy többsége ezt küldené magának szerintem egyébként. Óvakodj a deviza hiteltől. Igen. Nem. Én azt küldeném neki, hogy a jövőbe megy, vagy a múltba? Múltba, akkor azt üzeném neki, hogy a spanyolokra ne fogadj, már az elődöntőben mennek a levet. Valami hasonló. Tehát, hogy ennyi, érted?
Igen, újra sikerült. Rendbe tenném a jövőmet a múltban. Csak az a baj, hogy látod, mert megint mindenki az önző, tehát már megint mit akarsz, miért küldöd vissza az infrastruktúrát? Saját magunkra hát küldjük. Nekem egyébként nincs is svájci frank hitelem, én most a lakosságra gondoltam, hogy ezt üzenném a kollektív magyar tudat miatt. De nem ilyeneket senki kell. Senki ne vegyen föl. Na, mi kell? Mert olyanokat lehet, tehát sokkal több fantázia van. Tehát például lehetne ilyet visszaüzenni a gyerekkori önmagamnak, hogy ne higgy apádnak, csináld nyugodtan, nem igaz, hogy el tud fogyni. Igen. Nem sorvadsz el. Nem lesz tőle gerincsorvadásod. Igen, ne hidd azt, hogy a szüleid nem tudják, mit csinálsz a szobában, tudják. Igen. Hidd el, tudják. Ők is voltak gyerekek. Ballal is megy, ne hallgass a bátyádra. Igen. Ballal is menj, ne hallgass a bátyádra. Feli, de mit üzennél? Én nem 20-40 évvel ezelőttre küldeném vissza, és azt írnám rá, hogy 6 évesen hidd el, hogy nem jó az kisollóval a konnektorba nyúlni. Tehát igen, menj, lenyald meg a villanypásztor. Ez nekem, igen, vagy pedig az. Azt lepisírtam egyébként a villanypásztor, de az is egy jó tanács lenne. Figyelj, egyébként ilyen van, nekem is, tehát ha például visszamennék, azt mondja, hogy konkrétan, mondjuk 34 évvel ezelőtti önmagamnak például azt üzenném, hogy ne menj be az építési területre, és ne ugráljál bent gumiszandálban, mert vannak deszkák szegekkel. A gumiszandálon nem lepődöm meg. Hát, az a levetkedel. Figyelj, akkor kompatibilis volt. Ugyanez. Szombathelyi önmagamnak tudnám üzenni, szintén egy ilyen 30 évvel ezelőtt, ne hasd azt a hintát, barom, mert ki fogsz esni, és betöröd a fejed. Tehát, hogy ilyen praktikusokat lehetne? Ezek azért jól tudnak jönni. Balázs, mitől óvnád meg magad, hogy volt-e valami olyan kis botlás, amiből még ki tudnád magad segíteni túl a kollektíva segítésén? Ne ijedj meg az elsőtől, bármit is látsz, nem harap. Nem fog megenni. Fura lesz és szőrös, de nem harap. Ne. Igen, és zárd be az ajtót, mert anyád be akar majd jönni. Igen. Rezső bácsi nem az imbusz kulcskészletét akarja megmutatni a pajtában. Igen. De valami hasonlót egyébként én is tudnék, igen. Na, de ez érdekes dolgok, ezen az ember tud sokat gondolkodni. Hogy lenne valami, amit átadnál magadnak, hogy kicsit jobbá tedd az életedet. Én például még egyet tudnék magamnak egy jobbító szándékkal, hogy ne szorong, még jót fognak, vagy hozni fog majd sikert ez a húsos ajak. Igen. Ne izgulj, egyszer visszajön. Ezek a lédús ajkak még nagy sikereket fognak segíteni. Félve kérdezem meg, hogy a mobiltelefonok megdeformálásáért, az autód üzemben tartásáért és újratankolásáért, valamint a jövő időkapszulának megteremtéséért jogos-e a taps és a siker? Nézd meg, hogy adom. Azonnal adom. Egy hét múlva vagyunk? Nem, akkor vagyunk, de vagyunk. Most csütörtök pénteken van csak munkaszüneti nap, úgyhogy egy hét múlva akkor találkozunk. Jó, jó? Addig is egyetek jókat, mondom, Anna, milyen a rizskó? Szemét. Nem tud beszélni, mert tele van a szája, de azt mondja, mutatja, hogy nagyon finom. A Zsül lépét odaadnám egy tár rizskókért, már málna szörpel, azonnal, ebben a pillanatban. Most már nincs sok meg belőle hátra, de igen, hát vannak még részek, amiket esetleg fel lehet dolgozni. Azt akartam mondani, hogy a Zsülnek már minden testrésze gazdát cserélt, nem? Fülét meg az egyik kezét találok. Hagyjátok meg, valami rántott tudjon keverni. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.